Nehéz évet zárt Rajka önkormányzata. A korábbi évekhez képest 2022-ben kevesebb fejlesztést sikerült megvalósítani a településen. Kisvince polgármester elmondta, hogy a legfőbb cél az volt, hogy a korábban megszokott színvonalon tudjanak működni a település intézményei. A megfelelő takarékossági intézkedések fenntartása mellett pedig a lehetőségekhez mérten igyekeztek fejleszteni és tervezni. Volt egy árokfelújítási pályázat, amit sikerült megvalósítani, illetve a temető kapujának a felújítását is megkezdtük, az a decemberi hidegebb, bártnál hidegebb időjárás, az 1-2 hét az áttolta az idei évre, úgyhogy idén fogjuk befejezni. Ezek a fejlesztések voltak, és gyakorlatilag mi nekünk is az főként azzal telt az idő, hogy készültünk az intézmények felújítására, illetve új intézmények építésére. A tervek szerint ugyanis a településen található bölcsőde és óvoda új épületbe költözik a közeljövőben. Jelenleg mindkét intézmény csak ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A polgármester hozzátette, a használatban lévő épületek sem a helyiségek méretét, sem pedig az elrendezését tekintve nem felelnek meg a kor követelményeinek. A polgármester szerint ezek felújítása szinte annyiba kerülne, mint egy új, korszerű épület építése. Az óvoda esetében még várjuk az ingatlannak a tulajdonba vételét, és azt követően tudjuk az engedélyezést is megindítani, illetve majd azok követően egy pályázati lehetőség megkeresését. Míg a bölcsödéhez tavaly évben ugye nagyértékű állami ingatlan sikerült tulajdonba vennünk, az hogy a kormány jóvoltából, és azon meg is történt a tervezés. Az új bölcsöde a Petőfi utcába költözne, ahol a megvásárolt ingatlant felújítaná és bővíteni az önkormányzat. Mindkét intézmény esetében már megtörtént a tervezés. A munkálatok megkezdéséhez viszont anyagi forrásra van szükség, ezért a megfelelő pályázati kiírásra várnak. A polgármester hozzátette, mindkét projekt nagymértékű beruházás, így jelenleg a gazdasági nehézségek mellett ezekre gyűjt önerőt a település, hogy amennyiben sikeresen pályáznak, megkezdődhessenek a munkálatok. Emellett pedig a költségvetés tervezésénél az energia megtakarításról is döntött a képviselőtestület. Forrás biztosítunk a település közvilágításának áttervezésére, ledes lámpatesteket tennénk fel, és akkor ezzel megbízunk gyorsan egy megfelelő vállalkozót, aki ezt megtervezi, és akkor azzal a tervvel tudunk aztán menni, megnézni, hogy ez mibe kerülne pontosan a településen. Jelenleg is zajlik az új társasházak építése Rajkán. A koronavírus járvány alatt rohamosan megnőtt a lakosság száma, ami ma már nagyjából 7000 főt tesz ki. A lakosság számának a növekedése viszont a polgármester szerint hamarosan megáll, mivel az önkormányzat nem biztosít több területet társasházi telkek kialakítására. Rajka lakosságának száma a társasházak beépülése után, így 8000-8500 fő körül tetőzik majd.